Lépett hatályba az életvitelszerű közterületen tartózkodást akár 150 ezer forinttal, vagy 60 nap börtönnel büntető törvénymódosítás, ezért ma az ország és a főváros több pontján bejelentett demonstrációként kint töltjük az éjszakát. Aki az önkormányzat rendeletében meghatározott a közterület életvitelszerű lakhatás céljára történő használatára, illetve az életvitelszerű lakhatáshoz használt ingóságok közterületen történő tárolására vonatkozó szabályokat ismételten megszegi, elzárással vagy 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A bekezdésben meghatározott szabálysértés ismétlődése akkor állapítható meg, ha az eljárás alá vont szemét az eljárás alapját képező cselekmény elkövetését megelőző 6 hónapon belül ugyanilyen szabálysértés elkövetésért jogerősen felelősségre vonták. Az első bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik. Az első bekezdésben meghatározó szankció nem alkalmazható, ha a városi önkormányzat a hajléktalan ellátás feltételeit nem biztosítja. Azonban az átmeneti hajléktalan szállók és menedékek nem nyújtanak végleges megoldást egyetlen hajléktalannak sem, mivel továbbra sem jelent számukra otthont, nem beszélve a sok esetben a szállókon uralkodó állapotokról. Ez csupán fél megoldás. Igaz, nagyon sok ember lakik a Nagy-Erdőn. Én is ott lakom egy fóliasátorban. Harmad magammal. Havonta egyszer vagy kétszer, ha meglátogat bennünket az utcai szolgálat, kapunk egy liter teját, 3 zsömlét. Azon kívül semmiféle támogatás. 3 hónapja elvesztettem a munkámat, munkahelyemen kaptam civil tartozást. Azóta munkahelyem nincs. Jövedelemmel nem rendelkezett. Akkor kérdezem én, vannak olyan régi épületek, vagyis laktanyák, amit mi is fel tudnánk újítani. Nem a bevándorló. És akkor tudnánk benne lakni saját munkánk, nevünk munkájával. Megteremtenénk magunknak azt, hogy tudjunk benne élni. Nem laknánk az utcán. Tudjuk, röntjük a városképet. De nem a minibán. Ezt be kellene látni nagyon sok embernek. És nagyon kérek mindenkit, aki tud, segítsen rajtunk. Ne hagyják, hogy az utcán fagyjunk meg tényleg idején. Köszönöm szépen! Üdvözlöm azokat az embereket, akik nem hajléktalanok és együtt éreznek velünk. Üdvözlöm a szakma képviselőit, üdvözlöm a város képviselőit, üdvözlök benneteket embereket. Egy problémám van. Az vagyok, aki vagyok, hajléktalan. Hajléktalan vagy te is, aki köztünk állsz. Én is az vagyok. Hajléktalan lehetsz te is, aki köztünk állsz. Debrecen városában több száz hajléktalan kényszerül a Nagy-Erdőn, utcákon, padokon tölteni, lépcsőházakba az estéket. Debrecenben több mint 600 hajléktalan él. A mostani vezetés azt akarja elhitetni velünk, hogy jobb lesz nekünk, ha rugunk egyet mindazokba, akik nálunk is védtelenebbek. Azt akarják, higgyük el, azért nincs hol lakni az embereknek, mert nincs elég lakás. Hogy nem lenne mit felújítani. Hogy nem lenne rá mód, hogy legalább fizikai munkával pénzkereseti lehetőséget nyújtsanak. Hogy a szenvedés és a szegénység szükségszerű és természetes. Azt hirdetik, hogy akinek nincs semmije, az annyit is ér, hogy vannak értéktelen, fölösleges emberek. Ez hazugság. Nem csak azért van szükség rátok, ránk, hogy ez ellen az embertelen törvény ellen tiltakozzunk, hanem azért is, hogy megvédjük a kiszolgáltatott embereket a nemtelen támadásoktól, hogy egyértelművé váljon, nincsenek egyedül. De azért is, hogy közösen egy igazságos, biztonságos és élhető világot teremtsünk magunknak. A legtöbben azért vagyunk itt, mert börtön helyett lakhatáshoz való jogot, országos lakhatási és szociális programot, a bérlakás hálózat használatának bővítését, valamint átgondolt albérlet támogatási rendszert szeretnénk. Szeretnénk, ha a törvényhazók, az érintettek és szakértők bevonásával, azok javaslatai mentén érdemi lépéseket tennének azért, hogy mindenkinek legyen emberhez méltó lakhatása. Kedves egybegyűjtek, kedves barátaim! Azért jöttünk ma ide, hogy szavak legyünk. Lehet, hogy külön-külön egy-egy szó vagyunk csupán, pusztába kiáltott szó. De ha összefogunk, már is összeállunk egy üzenetté. Lehet, hogy külön-külön egy-egy szó vagyunk csupán, pusztába kiáltott szó. De ha összefogunk, már is összeállunk egy üzenetté. De ha összefogunk, már is összeállunk egy üzenetté.